Április 18. Megkérdeztetvén pedig a farizeusoktól, mikor jön el az Isten országa, így felelt nékik. Isten országa nem szemmel láthatólag jön el. Sem azt nem mondják, ímé itt, vagy ímé amott van, mert ímé Isten országa ti bennetek van. Isten országa nem szemmel láthatólag jön el. Isten kegyelmének evangéliuma, az önmegtagadás lelkülete sohasem lehet összhangban a világ lelkületével. A két alapelv tökéletesen ellentétes egymással. Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten lelkének dolgait, mert bolondságok néki, meg sem értheti, mivel hogy lelkiképpen ítéltetnek meg. Ma a vallásos világban hitük szerint tömegek munkálkodnak Krisztus földi, időleges országának megalapításán. Azt szeretnék, ha Urunk e világ országainak lenne a vezetője. Az udvarok, táborok, törvényszékek, palóták, piacok vezére. Elvárnák, hogy az emberi hatalom által kikényszerített, törvényes rendeletek szerint uralkodjon. Mivel Krisztus most nincs itt személyesen, vállalják, hogy intézkednek helyette, végrehajtják országának törvényeit. Ilyen országot akartak alapítani a zsidók Krisztus napjaiban. Elfogadták volna Jézust, ha hajlandó lett volna megalapítani az ideiglenes királyságot, kikényszeríteni, amit ők Isten törvényének tekintettek, őket pedig akaratának végrehajtóivá, hatalmának hordozóivá tenni. Ő azonban így szólt: az én országom nem e világból való. Nem fogadta el a földi trónt. Ellen G. White, Jézus élete, 438. oldal.